Hát ez egy elég kaotikus időmérő volt, igazából az elején egy tök jó helyre be tudtam menni, előttem volt a Ripley és a Mota is, de egy tisztes távolságot hagytam tőlük, tehát egy dupla szélárnyékra számítottam. Hiszen ebből a dupla szélárnyékból az lett, hogy mindkettő olyan körben, amit így kezdtem meg, a Ripley a kettes kanyart elrontotta, és a bukótérből visszajött elénk, és el kellett vennünk a gázt, úgyhogy az ott nem jött túl jól. Utána be is jöttem, mert ugye akkor az új gumiban benne volt 2-3 kör, onnantól már úgyse tudok vele gyorskot menni. Aztán ott utána lett egy piros zászló után mentem ki elől megint két új gumival, és akkor azzal tudtam menni egy valamilyen kört, ami a negyedik helyre lett elég. Én úgy gondolom, hogy még lett volna benne több. De hát ez egy olyan pálya, sok minden történhet versenyen, úgyhogy nagyon várom a holnapot.